hogy ijedtem. Az eszkizés óta eltelt egy kis idő, és már egy olyan videót terveztem, ahogy bemutatom, hogy a családommal egy napot hogyan töltünk el, és hogy miket csinálunk. Gyorsan. Indult a nap. Általában, amikor megyünk időre valahova, akkor mindenki szanaszéjjel van. Akkor kezd el készülődni, amikor már ott kéne lenni, és mindenki fehér nevűben ruhangál, úgyhogy most megnézzük, meg is mutatom nektek, hogy milyen az, amikor el kéne készülnünk. Na mi van? Nem, elkészültél már? Megyünk már, vagy mi van? Meddig kell még rátaszni, hallod? Már elkésünk. Nézd meg. Jó, oké, csinálom. Egyáltalán tudod, hogy hova megyünk, Balázs? Azért vettem szövőgépet, mert nem láttam. Jó van. Na, te szóval tudod, hogy hova megyünk? Ahol elvileg a Magyarország egyik legfinomabb sztékje van, valami ilyesmit hallottam. Ettől a Arnold Schwarzenegger kopi embertől. Kíváncsi vagyok rá, úgy. Mert megnéztem az étlapot, és meg... Kemény? Hát olyan, mint hogyha Bibliát lapozgatnál. Hallod, ilyen vastag. Ilyen vastag volt, mint ez, mert itt nézegettem. És meg is érkeztünk Anyuci és Abuci kocsijával. Köszönjük, hogy elhoztatok minket. Nagyon szívesen. Egyébként a Fit and Fine étterembe fogunk menni, ahol mindenféle étel különlegességet lehet vásárolni és fogyasztani. Várod már, ugye, apuka? Igen, de kíváncsi vagyok, hogy egy steak hogy lehet fit? Mert fine az lesz. Az biztos. Fine. Szia! Ide kell jönni így be. Ez itt jó. Köszönjük. Tudni kell, hogy ha ide el szeretnétek jönni, akkor minél hamarabb foglaljatok magatoknak asztalt ide, mert elég nehéz ide bejutni. Csak az elit emberek tudnak így a semmiről bejutni ide. Na, én mindenből egyet szeretnék kelni. De elég most csak egy, igen. Köszi. Egy tányérról akadtam, mert egy helyszínűen vagyunk egy kicsit. Parancsoljanak, jó étvágyat. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük. Na, mit gondolsz? Látjátok, így kell megjönni. Megérkezik az ember is. És már itt is van. Na? Finom? Eléggé. Mit ne mondjak? Tényleg? Nagyon jó. Hát én még soha nem ettem ilyet. Úgyhogy... Na milyen okka? Köpetsz mi? Az első falat után, még ha egyet rágok, hát még jobb. De milyen? No. Mi? Ízlik neked. Finom az a májkrém. Kamilla meg a nagy válogató királynő. Aha, mint te. Finom nagyon. Félsz nézd képet, kérem szabad zöldbors kérdéseket? Parancsoljon uram, jó étvágyat. Köszönöm. Márci, neked kinek szabad? Szerint. Köszönjük. Ottan is. Köszi. Itt nem észrevettem. Na, először is. Tudod, Benedek, kóstolj meg. Annyira lehet érezni a vaj ízt. Ez k***a finom.
sajtkérekben sült csirke mell. És ez a sajt. És rotom. Jó. És ez milyen szósz hozzá vajon? Finom. Még nem tudom. És valószínű finom. Na milyen? Hát... Ilyet ettem már ilyen steaket. Ilyen nagyon, nagyon drága étteremben, vendég voltam, tehát nem én vásároltam, meg voltam hívva. De ez ugyanolyan finom, tehát komolyan mondom. És hogy ugye kb. Fele annyiba kerül, mint amennyire ott ettem. Amúgy igen, ez is igaz. Én nem ételkritikus vagyok, hanem élet, úgyhogy nekem kihívás. Van meg. De vajos. Most már nagyon kíváncsi vár tettetek, adjatok majd fogsz. Jó. Köszönöm szépen. Nekem a másik. Köszönöm. Kisöldjük a brownie-t. Baba, hogy néz ki? Nem tudtam eldönteni az íg hideg, ahogy forró. És mi? Nem tudom. Jöttük haza a nagy mocsárból. Igen, aha. Majd hol? Jó. Nagyon nem áll kifele.